kedves mindahányan! Szokatlan megoldással kezdem a beszámolót a Györögi osztálytalálkozóról. Kucsi a filmező mutatkozik be. Egy kis előzetes azok kedvéért, hogy másképpen azok tájékoztatására történik, akik nem tudtak részt venni a 40. osztálytalálkozón Györögön. Tehát nem látták egykori osztálytársaikat, amíg lábukon járó Homo mirabilis caskiensis-eket eredetiben. A mozgó képek magukké beszélnek. Mivel én csak a kamera lencséje mögött álltam, felvétel nincsen róla. A filmező állvány és a távirányító segít a feladat megoldásában. Még egyszer jó unatást kívánok a következő látnivalókhoz. Eljöttek hozzám. Azt mondtam a címet, azt mondja, eljöttek hozzám. Ilyesek vagy? Nagyon! Várj, ezt hadd egy többet! Ezt neked adod! Na, még most valamit süteményt is, majd akkor ebből lehet fogyasztani. Jó! Nincsen bajsza! Thank you.
Cunami Balatongyörökön. Inge, megfiatalodtál! Úgy van. Mit jelent az? Először meg kell nézned, hogy még fúld először bele, igaz? Megálltunk, mert volt egy vörös lámpa itt, és zöld dolgok, én megálltam, majd a zöldén, ráhúzták egy kérdőt, hátulról, hát tessék, hátulról, és megálltam az ez volt az első két perc, és erre bementem egy másik kisebb szállal, és egy hölgyet átérgettem. Látod, most az eredmény 2-1. Nem rossz a ráj. Nem, és azóta... Jó lezetlis, ne? Ich bin auch kein Dankbar. Ich bin auch kein Problem. Ja, die sind auch so ein bisschen abseits.
Hát, igen, öregek vagyunk. Idősek. Hát te, Pali. De ti nem. Nem, csak másoknál múlik az idő, ugye? Ja. Másoknál otthon nem. Palikám, idősek, öreg az ország, még a toronyú. Jaj, öreg harcos. Stefani, hogy öregek? Várj, hol is egy köszönöm. Szóborok. Szombat, Laci, oda nézz! A bajszot hiányzik. Nem hallóra. Nem baj. Igen, nem volt, én is megismertem. Nem ismertelek. Igen, igen. Laci. Most megint ki kellene találnom. Olyan fényképben van, ahol egymás mellett vagyunk, hogy ott majd megismerjük egymást a fényképen. Nagyon jó pózolsz. Rajtam múlik el, hogy olyan jó az árban ér. Rajtam múlik el,
Sportlehrer. Was? Sportlehrer? Ugyanilag is tudisztusom. Vagy nyársam, drei jahre. Was? Drei jahre schon.
Bércelt egy szó, aztán semmi sem elmondja. De van még egy jobb szó sztori, majd elmesélem neked. Mosolyogni? Pödörd a bajszodat! Citromos idegében nem tudom mosolyogni. A varsa gával, az a kis varsa, igaz? Mikulásként. Mindenki mondhatja. Nem, a Tamás Péter. Jó, hát azt lehet közöttünk. Nyelven is, én is.
Tamás erre eltűnik. Kedves Tamás, kedves Evelin, most, hogy a filmet tulajdonképpen már készre csináltam, és minden felvételt láttam belőle, merem állítani, hogy minden kétséget ki lehet zárni. Csodálatos volt látni az embereket, hogy 40 év után mennyire örültek egymásnak, mennyire örültek egymást ismét látni, mennyire örültek annak, hogy ismét együtt lehetünk egy helyen. Ez a hely nem kaszli volt, amit nagyon szerettünk volna, hanem Balaton volt, és ez így jó van. Jó van, hogy egymás közt lehettünk. Jó van, hogy nem volt semmiféle zavaró körülmény, hogy ilyen sok résztvevővel 40 év után kevesen hoznak össze egy osztálytalálkozót, aminek nagyon örülök, és azt hiszem mindenhányan örülünk, hogy semmiféle reszantimaz nem volt a volt iskolatársak között, hanem csak egyetértés és öröm. Olyan mértékű körültekintéssel állítottad össze a programot, és állítottad össze az emberek szálláshelyét, hogy ki kinél alszik, és az a mérvű ötlet tömeg, amelyik belőled jött, hogy miként csinálhatnánk, és hogy a programmal, nem csak a programmal, de az étellel, és mindennel mindenki meg legyen elégedve, holott tudjuk azt, hogy nem lehet mindenkinek a kedvébe járni. A legnagyobb tiszteletet és köszönetet váltja ki belőlünk. Köszönetet neked, Tamás, és köszönetet feleségednek, Evelinnek, hogy olyan türelemmel és kitartással vállaltak bennünket, és vállalták a nehézségeket, türelemmel bírták el a sok embert, a munka nagy része aztán rátok maradt, amit mi adni tudunk, az csak szóban kinyilvánított köszönet, de te látod azt, hogy ez a köszönet, ez tőlünk a mélyünkből jön.